Sziasztok, hogyha már láttok minket, akkor itt vagyunk, csak telefonról nem Ja, ugyanaz. nagyon jó. Azt mondja, nulla néző. Jó, Hát, hát. ugye így. Vagyunk. Hangunk van, jó. Vagy néző, na, akkor viszont egy közelebb jövök. Hoppá. Hát szerintem ez... Arja. Engem is hallani? Na, azt mondta, Eléggé halk vagyok, nem? De van kapcsolva? Be. Mondj valamit. Mondok valamit. Halkabb vagyok, de hallanak mint mindig. Valamennyire. Igen. Hashtag Sasi halk. Hát írjam. Nem nyúlok hozzá. Nem kell. Na, egy, ha, beszélj hangosabban. Most lehet, hogy így jó. Bekapcsoltam az erősítőt. Jó, oké. Azért így, hogy be kellett kapcsolni, kérdeztem, be kell. Na, szóval, eks. Egészség, sziasztok. Szóval, sziasztok. Na, akkor szerintem leveszem itt a hangot. Átmegyünk chatre. Mutéba. Igen, nincsen sound alertünk, ő is szól, mert jó fej és kedves. Így jártunk. Szóval, sziasztok! Itt vagyunk éppen Gyomán. Ugyanaz a dolog miatt vagyunk itt. Igen. Mert volt tegnap egy tánc bemutató. Igen, amire, na, jött, amire mentek, nem mentek a feleségeink. Igen, a feleségeink mentek, mi nem. Tehát, hogy mi csak kísérőként voltunk, úgyhogy mármint nem ott, hanem itt. Úgyhogy most neked itt vagyunk lent Gyomán Drődön, és ha már vasárnap van és Multi Expo nap, akkor gondoltuk, miért ne jelentkezzünk be. Na hát, és még kell. Ugye jövő héten lesz tervileg, de utána héten már ott kavarodnak össze-vissza. És hát én is most elkezdtem megírni Erzsivel a nyári menetrendünket, mert azért nekem is lesz egy hét káosz helyett, és 8 napot fogok káoszba lenni, úgyhogy 8 napos viking simogató lesz, konkrétan 8 napon keresztül. Úgyhogy senki nem mondta, hogy ez egy 8 nap alatt nincs ideje elugrani oda egy kávéra. Egy beváltani egy ingyen sört. Vagy beváltani egy ingyen sört, így van, így van, így van. Hogy 8 napig leszek én a káoszba, én leszek a főnök, mint mindig. Szóval, és akkor ez a nyáron neked is már munka, meg ilyenek, ezért kavarodnak be a dolgok. Hát majd amikor tudunk, akkor összehozzuk. Más nem ilyen online-ba, otthonról, mint... Igen, igen, csak ugye az vagy nekem most a vasárnapok, ott is káoszba oké, lent vagyok, viszont például az első vasárnapon megyek le Erzsihez. Vagy Erzsit hozom le ide. Tehát ott akkor azért nem vagyok. Következő vasárnapra elmentek, most belőttünk egy hetedik napon, bár még várom a többiektől a visszaigazolást, ez egy tényleges viking simogató és Sirius-os társasjátékozást. Meglátom, hogy ezek három visszaigazoltak, hogy nekik már jó, én mondtam, hogy a többségnek legyen jó, meg nekem. Igen. Tehát, hogy nem számít senki, csak én, de meg minél több ember. Ja. Szóval ilyen szempontból most ugye nyár az amúgy is nekem, mint a többi adásban is így lenézem, hogy ha ott kimarad egy, ott nem lesz, ott nem tudok, tehát nyár az ilyen sajnos. Mondjuk az is tény, hogy én szeretnék nyáron egy-kettő ilyen kora délután itt belülni randomszerűen, ha nem is ennyire naptárszerűen tervezünk, hogy most fut, hanem néha egy tök randomszerűen. Most jövőtén is lehet, hogy lesz egy pár, ha már a viking feleségét marad. Igen. Így, hogy, hát meg én a héten nem tudom, mennyi munkával végeztem. Én elértem a héten azt a pontot, amikor nincsen beérkezett e-mailem. Azt mondtad? Azért az nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Említetted. De az tök jó. Tehát, hogy így olyan fellélegzés van bennem, hogy így nem azt mondtad, hogy nincs munka, tehát férj, és ne essék, mert munka az annyi van, hogy nem beledöglök, de van mit csinálni. Viszont nem olyan munkákkal vagyok, ami, tehát nekem volt olyan e-mail, 2021 júniusi elvégezett e-mail, ami munka. Aha. Tehát, hogy ezeket mind letudta. Nem olyan volt a kritik, tehát ez férj, és ne essék, nem arról szól, hogy egy éve, hogy közel egy éve vár rám az ügyfél, hogy meglegyen, hanem volt egy lejelentett hiba egy adott weboldalon, amit ki kell javítani. Aha. Ami nem volt kritikus hiba, tehát csak megfejlesztési kérések, meg ilyenek, de eljutottam idáig. Ez tök jó. Már egy picit fordulok fejre. Ja, igen. Csak azt figyelni kell, hogy jó, de jól áll a hajam, most nézem. Jól áll a hajam. Na és fésülködtem, minek azt. Úgyhogy, nagyon nézünk át ide. Jó az. Ok vagyunk, jó van. Vaj, mi lók bele? Pohár? Nem, tudom. De az a pohár lesz. Egér. Na, jött jobb fölül. Jobb fölül.
Ott lógott bele a pohár. Ja, jobb fölül. De az egér is bele lógott. Tényleg? Aha. Na, én azt nem láttam. Na jó. Kivit néz. Szervusz, Anna. Na, milyen helyet? Közelre vagyunk hozzá, mint szoktunk. Mirő? Miskolc. Jövő Miskolci. Azért hát. Most kilométerileg közelre vagyunk, nem sokkal, de valami a közelben. Igen. Milyen helyzet? Hogy telt a heted? Na, szóval azt gondolom, hogy nekem ez egy nagyon felemelő dolog, és persze nagyon sok munka van, viszont nagyon sokkal haladtam, és, és most eljutottam arra pont, hogy nagyon sok mindent tudtam úgy tervezni, csinálni, amire máskor ez a nincs idő, és tényleg csomó mindent el akarok csinálni, amit így elmaradtak, és végre a saját cégemnek a kis projektjével is tudjak haladni, mert tényleg ott van például az UFO rendszer, az ügyfél online. Ja. Ez a UFO-nak hívom, akkor a Snare rendszer, ami a streamhez való cuccnak a dolgai, mondjuk az előtt egy új tervezet, de az is tudok legalább haladni, és ez egy jó érzés, hogy itt a nyár, és nem úgy megy egy bele a nyár, hogy bazen még 600 darab munka, és csak szívok, és itt elkót nyugodtan tudtam azt mondani Erzsnek, hogy jó, akkor július közepe, megyünk nyarolni 4 nap tata. Ez tök jó. Nem is azért 4 nap, meg nem azért tata, mert pénz, vagy itt amilyen drága volt minden, hanem gyerekkel azért ennél nagyobb távot most nem mennék le. Persze. Tatát ismerjük, voltunk már ott párszor, én többször, ő nem olyan sokszor, de szeretjük, pikpak lehet lenni Pestről. Igen. Pikpak bármi van, egy óra alatt hazaérünk, vagy másfél, BKV-stól mindenestől. Tehát, hogy, és nem olyan drága, mint a Balaton. A Balaton az, hallottam árakat, hogy Balatonra lemész, és így egy éjszaka, egy főre, egy ilyen semmivel 30 ezer. Igen. Hát, hogy amikor két év voltok a legény búcsomban. Igen. Hát ott is az a Lukba, Balacsonynál, nem is tudom, mennyit fizettetek egy éjszakát. Fú, és milyen putri volt az, te jó Isten. És az ráadásul éjszaki rész. Gondolj bele a déli részen, kétszeres áron. Tehát azért az szörnyű. Igen. Hú, azt én ott nem tudom, hogy nem szedtünk össze valami fertőzést abba a putriba. Én ugye csak annyira voltam bent, amíg lementünk átöltözni, azt nem tudom, mentünk tovább strandolni, tehát én nem voltam ott. Én csak azt láttam, hogy ott a 8-an voltatok abban a szállásban. Igen. Tehát konkrétan a 8-an éppen, hogy csak elférhet a földön. Hát tehát 20 négyzetméteres szoba körülbelül. Igen. Azért, az kemény volt, igen. Ja, hát az nagyon durva volt. Jó, egy éjszakát bárhol ki lehet bírni. Hát igen. Mindig azt szoktam mondani az ember, de... Ja, az kemény volt. Te neked? Most nem is lesz legény búcsú? Legény búcsú? Hát... Ugye már jó, hogy megházasodtál, de hát az ilyen kis... Ja, hát azt majd valószínűleg, hogyha szeretném? Lesz a nagy buli az előtt. Jó. Mert például hogy hívják? Titus az nem? A Titusnál is ugye kis esküvő volt. Tavaly februárban. És ők azt mondták, hogy nem akar. Még érdekes. Őszintén, tehát ez a legény búcsú is egyre nehezebb amúgy összehozni, mert most minden barátomnak kicsi gyerek van. Lucky-hoz. Ja, a testvéred, jó, hirtelen nem esett le, bocsánat. Testvére Lucky. Na, az jó. Kell, mi is, hát látod, kikapcsolódunk. Nem. Azért. Tehát egyre többen már sokfelé vannak. Hát, nem is az, hogy sokfelé vannak, hanem mindenkinek pici gyerek van, tudod. És akkor az már úgy nehezebb összehozni, meg akkor már nem úgy kapcsolnak ki az emberek. Vagy nem tudom. Mondjuk ez is egy érdekes dolog, hogy kinek mi a legény búcsú. Igen. Tehát titeszék lent etyeken, leány és legény búcsúkat is szerveznek, tehát lehet hozzájuk menni etyekre, megcsinálják, megtartják. Ilyen bortúrás megoldása, csapatépítőt is hozzá, bármi, de elég dinamikusan, elég sok mindent, elég régóta csinálják ezeket. És hát ők például szörnyen ki vannak azoktól, amikor például legény búcson áll a kis táncos nénike, aki öntögeti magára a pezsgőt bort, aztán tánna, amiről róla lefolyik, azt megiszogatja a legény, aztán tánna szépen elmegy, letusol, azt elhazamegy 2000 font a zsebébe. Igen. Jó, mondjuk ilyet nem akarok, de mit tudom én, például a te legény búcsúd is szerintem tök jó volt. De ez az, hogy kinek mi a legény búcsú, tehát én nekem ez, erre nincs szükségem, tehát ez ilyen típusúra. Én nem érzem az én, hogy mondjam, baráti társaságom, hogy bárkinek is erre lenne szüksége, nekem se. És nekem még sokkal fontosabb és jobb legény búcsúnak tűnik, mint például, Dani, azt nem hallott, szóval, ha véletlenül nézed, amit neki fogunk összehozni. Tehát ami ötletek jöttek oda is, és van benne persze minden, de mégse ez a... Hát akkor
Segrészegre, piai munkat, elmegyünk bulizni, az a táncos néni jön. Tehát, hogy ez nem. Igen. Olyan nekünk is volt Balázs barátomnak. Az leány és legény búcsot egybe tartva, az a halálom. Voltam ilyenen is. Mindegy. Ami például Balázs barátomnak volt, ő, az tök jó, hogy fölmentünk Pestre, és akkor ott is voltak ilyen mindenféle feladatok. Alapból ott indult, hogy neki már most azt hiszem 8 éves a lányzó. És hát a Frozen-elzás rózsaszín hátizsákot telepakoltuk neki mindenféle szarral, de ilyen félig rohadt paradicsom, meg barack, meg ilyeneket összeszedtünk a kertbe, meg volt gumibe belerakva, meg ilyen dolgok, és akkor ugye ezt mindent el kellett adnia. De, és akkor azt úgy végigmentünk Pesten, meg mit tudom én, és akkor utána, hát meg előtte nyilván ott volt egy ilyen kis, hát úgy indult, hogy bográcsozás, aztán végén így pizzát rendeltünk, meg mit tudom én, hogy azért ne büdösítsük magunkat össze, ott egy ilyen bogrács alatt egy füstölünk. Úgyhogy ilyen pizzázás volt, meg lett neki csináltatva csöcstorta. Meg... Csöcstorta. meg ilyenek. Aztán hát ugye azt nyilván bele kellett harapnia. Tehát ilyen dolgok voltak. És akkor utána bementünk Pestre. Ez a... Ilyen minden szart el kellett neki adnia. Ezeket a hülyeségeket. Meg ott így bandáztunk Pesten. Meg aláírást kellett gyűjtenie, meg izéket, meg ilyen rúzsos puszikat magára, igen, mindenhol. Igen, hát, jó, hát ilyen standard dolgok, de ezek tök jók, és akkor utána az volt, hogy volt limuzin, amit én annyira nem preferáltam, de végül is jó buli volt. hát az lett volna, hogy egy órát így keringókázunk Pesten limuzinnal, de rendes volt a sofőr, meg adtunk neki jattot. Ez az. Fűnyíró. Beindult a fűnyíró a szomszédba. Nem baj. Vidék. A Pestről ugye ez van. A vidék hangjai ASMR CD beletrakva a háttérbe. És jó fej volt a sofőr, és akkor az volt, hogy végülis nem az volt, hogy hát mentünk egy kört Pesten, utána meg kimentünk Vácra a limuzinnal. És akkor ahogy mentünk, mert úgy volt megbeszélve, hogy Pesten van, és akkor utána a csajok is voltak egy helyen, és a Váci diszkóban találkoztunk össze utána valahogy ilyen éjféle körül. És hát mi meg akkor stílusosan megjelentünk a diszkó előtt a limuzinnal. Ennyi. Nem tudom, én voltam ilyen leánylegény búcsos összevonása végén, szerintem én nem éreztem annyira jónak. Hát figyelj, olyan én is voltam, az gyakorlatilag egy random bármilyen kerti parti volt. Tehát, hogy ez most... Oké, hogy volt a lányon ilyen bride szalag, meg a fiún vőlegény szalag, és ennyi. Mondjuk a... Így tényleg a pici gyerekekkel családnapot összehozni, annak mondjuk van egy feelingje. Az nálad például tökre játszhat. Hát igen. Ha lesz addigra a kertes ház. Ja. Hanem akkor maximum jöttök hozzá. Ott a kert. Ja. Vagy neked ismerős döntő többség az Váci, nem? Hát, Vác környék, igen. Hát, hogy figyelj, megkérjük Atit, nem tudom, mekkora volt a kert Dukán. Hát ott volt egy pár buli. Na, az vicces lenne. Az vicces lenne egy ilyen retro. Atit megkérni, de hogy... Ugye, Ati haverom, őt ismerem, pont mikor számolgattuk, hogy 15-18 éve. Hát, figyelj, 99-ben alakult a zenekar, és ő egy 2005 környékén jött a zenekarhoz. Tehát 17 éve is tanultam Mátit. És Sasit megismert, őt a zenekarban is Ratit. Sasit megismertem suliba, aztán kiderült, hogy Ati vette meg az ő régi házukat. Igen. Úgyhogy kicsi a világkategória. Szóval kivegyük a régi házatokon a kertjébe, csinálunk oda egy bulit. Ja. Hát ott azért volt egy pár buli, úgyhogy... Érdekes, mert voltam kint a tiéknál megnézni a házat, hogy milyen, és nagyon furcsa, hogy nagyobbra emlékeztem. A háznál is, meg magán a kertnél is, hogy úgy emlékeztem, mint a nagyobbra. Az emlékek mindig megváltoztatják ezeket a dolgokat, nagyon fura. Lehet. Nekem is voltak olyan
dolgok, ami újra visszakerültem a helyre, ahol ezért éve nem voltam, és sokkal másabb emlékeztem, pedig nem változott semmit. Igen. Tehát én emlékszem, amikor egyik Balaton körnél lementem Kisbalatonhoz is elmentem, hogy tovább mentem Szabarba, ott aludta, és másnap reggel átmentem Kerecsenybe anyámnak a szülőfajjába, az még 10 km. A legnehezebb 10 km-en volt azon Balaton körön. De a zalai dombok, hát az... gyerekek, igen. Ez kegyetlen, nagyon szemét disznók azok a zalai dombok. Lássuk, kanyarodik folyamatosan, keskeny út, tehát bármikor autó jön, az... amúgy viszont gyönyörű. És elmentem a szülői házhoz, meg fölmentem a temetőbe, meg ez az, és így volt a dolgok, amik tökre ugyanazok voltak, de csomó mindent sokkal nagyobbra emlékeztem, meg másabbra egy kicsit, pedig ugyanaz. Igen. Jó, csak tudod, az az érdekes, hogy nyilván, ha mit tudom, ilyen kicsi lennék, de pont ezt mondtam egyébként, mert a feleségem is ezt mondta, hogy... De hogy, felnőtt fejjel jöttünk. Hogy felnőtt fejjel jöttünk, de 5 éve jöttünk el onnan. Igen. 5 éve ennyit változtat. Igen. Igen. Hát meg ugye ők is azért, tehát vannak optikai dolgok, tehát ők is azt mondom, ablakot cseréltek azóta. De meg... most figyelj, attól, hogy ablakot cserélsz... Más a keret, más a szín, más a... sok minden. De nem, tehát maga az udvar is olyan nekem tágasabbnak, nagyobbnak tűnt, vagy én nem tudom, emlékezetem szerint. Ez furcsa. Igen, de hát mindegy, ez ilyen. De mondjuk az poén lenne ott tartani egy azért, hogy... Attila meg kell beszélni. Ott van kert, és mindenki közel van akkor. Ja. Hát csak oda mindenkinek kocsival kell jönnie. Mondjuk az igen. Úgyhogy az már ugyannyira nem... Na mindegy. Mindegy, majd lesz valami szervezve. Ja. Hát de még az szerintem odébb van egy kicsit. Jó. Hát azért... Párszor odébb van, de... Annyira fáj a csípésed? Az a baj, hogy nem a csípésen fáj, hanem körülötte. Az egész lábam. Olyan, mintha odabasztam volna kalapáccsal a lábszárcsontomnak. Nem tudom. Vidéken milyen. Vagyunk, egy bogár megcsípte. Igen. A pesti gyereket. A pesti gyereket aztán. Itt a vadkeleten megcsípett valami. És pesti, de egy kutya mi? Ja. Följöttünk a nagyfaluból. Lejöttünk. Igen. De így mondtam egyébként így, nézzének, hogy ez a... Feleségem szokta mondani, hogy fölmegyünk Pestre. Mondom, nem. Vácról lemegyünk Pestre. Vác éjszakon van. Igen. Hát igen. De hogy föl, mert hogy a nagyvárosban. Nem, így beszélgettünk, érdekes, mert tegnap pont a, nem tudom, hogy akkor te még ott volt, amikor beszélgettünk a régiek, hogy ugye, hogy kiöltözve mentek föl Pestre, még a nagyszüleink korosztálya. Igen. Vagy öreg anyám is a templomba járós ruhába jött föl, mert ő meg Tápió menti faluból származik. Hát, édesanyám. Belegondolok neki, és megvan az, hogy mikor jövök ide, akkor vagy ruhan be idefelé jövök, meg egy ruhan be hazafelé. Egy öltözős ruha. Most éppen milyen minimál felszerelésre jövök, mert a gyerek cucca elviszi a hátizsákomnak a döntő többségét. Így hogy hívják? Tehát az a két póló van benne, két boxer, két zokni, tehát ennyi. De amúgy, mikor úgy jövök így simán gyomára, vagy jöttem, akkor mindig volt egy ruha, ami oda-vissza útra volt. Aha. Ezek szüleimtől szoktam meg. Lehet. Náluk volt ez, hogy másik ruha van az utazásra. És nem az, hogy egy kényelmes ruha, vagy, hanem egy picit szebb ruha. Ezt így belegondolva. Igen, pont arra beszéltük ezt, hogy igen. Kiskendő, meg minden egybe. Jaja. Hát meg tényleg a... Bocsánat, hogy felveszem a napszemüveget, csak... itt repked a nyárfának ez a... mi ez? Nem hungarocell. A vattája. És az egyetlen dolog, amire allergiás vagyok. Tényleg allergiás vagyok, csak tényleg allergiás. Tehát szemet szállt minden toknyos, az folyik. Én azon lepődtek, hogy pont azon gondolkoztam, hogy két hete volt, vagy három hete, hogy Budapest tele volt ezzel. Igen. És mondta Erzsi anyukája, hogy itt is volt már egyszer. Igen. Tehát, hogy most úgy újra virágzik, például nem szokott ez kétszer. De Vácon is most megint van. Tehát én meg vagyok őrülve. Elmaradt biztos egy virágzás a tavaly, Covid miatt biztos. Lehet. Covid miatt elmaradt a tavaly, úgyhogy ma idén kétszer van. Lehet, de tényleg az, hogy... De és évről évre egyre rosszabb az allergiám, mert eddig csak a szememet bántotta. Az se volt jó, mert patakokba folyt a könnyem, főként a bal szememből, meg vérbe forgott a szemem, mint valami drogosnak. És most már tüsszögök, néha-néha az orrom is bedugul. Ebből a szempontból nekem tavasszal van, ilyen február-március környékén van valaminek a virágzása, ami
az elmúlt években egyre rosszabb lett, tehát hogy érzem, hogy már tehát a klasszikus allergiás dolgok jöttek ki, és nem csak tűzszögök, hanem az a minden elő folyik. De egyébként lesz, és mire vagy allergiás? Nem tudom. Hát miért nem nézhetem, hogy előrébb leszek vele? Nem. Maximum akkor felírnak egy jó gyógyszert rá, amitől még gyengébb leszek. Hát, illetve betunyulsz tőle. Így van. Tehát ez a ugyanúgy taknyod nyálad összefolyik, csak leszarod. Ennyire jó sok sör. Én is így tűröm, hát a szememet azt locsolom. A műkönny az valamennyit szokott rajta segíteni, de... Azt most fős. Ja. Sokat segít. Mindegy, és nekem is így az allergia előjött. Meg pár évente szokott lenni nekem, így május környékén, pár éjszakán keresztül olyan fejfájásom. Aha. De mindig ugyanaz, egy héten keresztül. De nagyjából mindig ugyanaz az időszakban. Hú, azt nem tudom, hát ez van. Valami légnyomás, vagy nem tudom. Én nekem... Érdekes, amikor itt vagyunk, akkor nekem is most is fáj egy picit a fejem. Mondjuk én alapból még rénes vagyok, tehát... Én olyan szinte, a feleségem szokott ezzel mindig basztatni, hogy olyan selejtes vagyok, vagy ez nem igaz. Mindig van valami bajom. Igen, végig is igen mondott, úgyhogy így járt. Hát, igen. Jóban, rosszban. Egészségben, betegségben. Jaja. Ezt ő volt az igen. Igen, meg amikor a belemmel basztat. Mert ugye mi a feleségemmel a... majd egy esküvőjén találkoztunk össze, és mindig basztad, hogy mekkora belem van, meg minden, mondom. Ott is ekkora volt, tehát hogy... Igen. Azt... Én növesztettem most belet magammal. Nem árultam zsákba macskát, úgymond. Mi az? Nem árultam zsákba. Jaj, de ezt megmutatom neked, mert küldtem neki, hogy már csak miért is nem fogok lefogyni. Most már különösen. Így van. Mert így van. Nem tudom, hogy ebből mennyit fogtok látni. Hát de. Ugye kiderül. Van egy kis delay. Így van. Látom sokat. De, nagyjából látszik, igen. Valamennyire látszik, hogy így van. A pocin megmarad, a gyerek a... kigyúrt felső testről meg leesik, szóval... Így van. Ez marad. Figyelj, tök jó, a gyerek is imádja, el van rajta. Há persze, olyan jót lehet rajta aludni. Pont idefelé jöttünk vonaton, gyerkőt így a vágáson nagyon nem akart most aludni, úgyhogy két órán keresztül folyosan ficánkolt, és akkor ráraktam magamra, és mondta neki, hogy gyere fiam, a enyhén, hogy is mondta, várjál, a puha enyhén zsíros mellkasomra. Erzsész reagat. Egy zsíros melkos. Hát igen. Figyelj, most ez olyan dolog, hogy én annól, amikor elkezdtem sportolni, többet, meg spártárész, meg kőkeményen bringa, meg a étkezésre is még odafigyelés, tehát tényleg bele nyomtam ez erre, annak az egyik oka az volt, hogy már rosszul éreztem magam a bőrömbe. Aha. Most, hogy én végre, elfogadtam. Nekem ott már sok volt, tehát azért, és nem súlyban voltam sok, tehát nem a súly, hanem amikor már olyan dolgok akadályoztak, tehát egy bizonyos dolgok akadályozott a túlsúly. Aha. Az már engem zavart. Úgyhogy nekem az a pont volt az, amikor oké, ezen tegyünk valamit. Most, hogy újra bringa elő van véve, és azért, ha nem azt mondom, minden a bringázók, mint régen, de ez mondjuk a Covid miatti változások az életemben, plusz a gyerek, plusz a család, de azért tekerek most azért heti 50-60 kilométer azért benne a lába, hogyha éppen úgy van. Vagy akkor csak 30, akkor is valami mozgás van. Igen. Plusz a gyerekkel sétálunk azért elég sokat, meg ilyenek, hogyha éppen én viszem el sétálni, de ritka, de azért van. Nem mondom, hogy a sűrűn inkább Erzsi viszi. Már mikor kell sétáltatni munkaidőben. De most az ember mit csinál, munkaidőben dolgozik. Tehát, de inkább ebből a szempontból is jobb, hogy majd akarok egy több olyan napot, amikor korábban végzek munkával. Ja. Tehát, hogy már most tényleg az vagy. Reggel 8-tól este 6-ig, tehát 10 órában azért csak igen. A munka azért, ha kell, akkor persze felállok és csinálok más, de ha szeretnék többet és délután, akkor elmegyünk együtt, aztán vissza. Úgyhogy, hát ezek kellenek egyébként. Persze. Neked úgy tényleg most kell kihasználni, hogy a gyerek kicsit. Igen. Hát meg amit mondott apósom is tegnap, hogy amit lehet, azt otthon tölteni, meg a gyerekkel tölteni, mert pikpak elmegy. Neked tényleg ilyen szerint vagyok, mert otthon vagyok napközben. Tehát a csütörtök egy idő, ez alól kivétel, akkor tényleg nem vagyok otthon csütörtökön. Már nem vagyok otthon. Igen. Úgyhogy. De ilyen szemben tök jó az a gyerekhordozós hátizsákosdi. Fölcsapom a gyereket a hátamra.
Ezt gyerek, viszed magaddal. Nem, gyerek elalszik a hátamon és dolgozunk. Ja. Berakom a zenét a számítógépen, uh-huh. Monitor letnyomva, megdöntve, hogy lássam, billentyűzet egyér fölemelve egy dobozzal. Aha. Picit táncolok a gyerekkel, mi megy a zene, a gyerek elalszik a hátul, fölkötöm a kis, hogy hívják ezt, fejét, ilyen, hogy hívják, van ilyen, uh-huh. Nem tudom, minden egy anyag, amivel, hogy ne essen hátra a feje, uh-huh. És úgy dolgozunk. És egy órát hót nyugodtan elnyáladzik a hátamon és elalszik. Tök jó. Nagyon aranyos, imádom. Uh-huh. Tök jó érzés, hogy az ember te oda így rádol simul, vagy a hátadra. Uh-huh. Az egy jó, úgyhogy azt mindenképpen érdemes beszerezni. Ezt az ilyen... Csatosfél csatos. Hát ilyen babahordó. Kenguru vagy mi az is? Ne, kenguru, ne, azt ne, azt mondják, hogy nem jó. Ja? A kenguru az elő van is az a gyereknek. Nem tudom, én nem értek a lovat, főleg neked a hasad miatt, most ez hülye hangzik. Ugye a zsveg az itt van a gyerek. Igen. Főleg, ha már nagyobb a gyerek. Akkor a gyereknek jön a gerince, és a hasadnál így van a gerince. Ja. Nem biztos, hogy jót tesz például neki. Nem, most csak azért mondom, ja. De kengurúra sok helyen azt mondják, hogy én nem értek a lovakhoz, nem olvastam, utána nem is érdekel, nálunk kengurú nem volt, ez háton van, tehát ez pup, inkább úgy mondanám. Ja. A pup a hátadon a gyerek. Ha meg ugye tegnap megbeszéltük, hogy nem könyvből nevelünk gyereket. Persze. Legalábbis megpróbálunk. Van a dolgok, amire azt mondom, hogy sokan azt mondják, gyógytornászok meg ilyenek, akkor el tudom fogadni. Aha. Tehát az nem a könyvből nevelés. Tehát van olyan dolgok, amikor a gyerek nem érzi, hogy szar neki, de te is lefeksz egy rossz ágyban, nem biztos, hogy ez egy összar az ágy. Amikor reggel fölkezd, akkor kurvára fáj minden. Hát ezt érzem magamon például, hogy ami otthon van ágyunk, az is már 5 éves, és érzem. Tehát azért 5 évente érdemes matracot cserélni, meg ilyenek. Most ez egy olyan ágy, ami ilyen, ez ilyen épített, egybekeretes ágynemű tartós cucc. Viszont ortopédrugós, extra matracos izé van rajta. Uh-huh. Hát csak kifeküdtem már 5 év alatt, de alapvetően az eleinte nagyon jó volt, az nagyon rendbe rakta a hátamat. Nekem alapból vannak problémáim a hátammal is, nyilván. Persze, hát minden elgondolt, nem tudom. Igen, tényleg, amúgy valamilyen szinten tényleg selejtes vagyok, de hát ilyen családi örökségek, tudod, más, izé, más budai ingatlanokat örököl, én meg ilyen gerinc problémákat. Szarfogokat. Én nekem egyébként a családban nekem vannak a legjobb fogaim szerencsére, én le is kopogom. Szarfogokat örököltem, ez ilyen. Szegény gyerekemnek sincs ez sokkal jobb látás. Hát figyelj, ezt tényleg nem tudhatod, mert tényleg nekünk is a családban mindenkinek szarfogai vannak. És nekem meg úgy viszonylag egybe van. Jó, az elmúlt 6, majdnem 7 év lámpagyár azért odabaszott neki, hogy ettem a higanyt. Az nyilván nem tett jót, de azért próbálom rendben tartani, bár a fogorvosoktól meg rettegek, szóval... Ez teljesen ismerős. Szóval nem megyek el fogorvoshoz, amíg nem muszáj, tűrök. Lehet, hogy hülye hozzá. Ja, hozzá, egyszer volt, hogy nagyon fájt a fogad, meg valami ott. Az most így beugrott. Ja. És volt valami súlyba jártunk, aztán vettél a fogaddal. Azóta se voltam vele fogorvosnál. Mondjuk azóta már le is ugrott róla a korona. Úgyhogy gyakorlatilag egy ekkora csonk van. Meg az tehát, hogy azt csak szájsebész tudja kivenni majd egyszer. De, ha oda engeded. Ha oda engedem, de hát ilyen, amíg altatásban nem lehet, addig nem. De van, létezik már. Itthon? Itthon. Fogászataltatásban.hu. Vagy valami ilyesmi, rá Google beírod és létezik. Hm. Az, amikor én jó pár évvel megcsináltam, akkor létezett. Hm. Van. Lehet, hogy ránézek, mondjuk gondolom olcsó. Én megláttam az árat és maradtam a normálnál. Azért mondom, hogy... Meg a másik azért, belegondolom, minden egyes altatás az mindig veszélyes. Hát egyszerre csinálják meg mindent. Most... Ja. De hát amúgy igen. Két hétig nem veszel semmit. Csak pépeset. A gyerekkel megosztodod. Ugyanaz hiszed van, mint a gyerek. Szóval figyelj, egy gondol kell sem. Majd én ráugrok mellé a cicire. És elrák csálad egy kicsit. Ja. Mondjuk ez lehet, hogy jobban fájna, mint... Neki vagy? Hát anyának. Igen. Valószínűleg jobban fájna, mint a gyerek. Erre való a olyan bimbó védő. Ja. Úgyhogy azt is ketté rágod. Hát most a gyereknek is fölül 4 fog a nő. Mhm.
Hát Elzsi rájött, hogy neki ez fájdalmas lesz. Igen. Oké, az ujjunkat nem rakjuk a szájába, mert leharapja, olyan erre van. De másokat, más dolgokat szokott rakni bele, fixen, amit leharaphat ugyanúgy. Hát igen. Nem biztos, hogy a legjobb, úgyhogy... Mi havaroméknak volt a gyerek olyan, hogy cumi, állandóan elrágta. De úgy, hogy megvették, bementek a boltba, megvették a cumit, ott ki lett csomagolva, a gyereknek a szájába lett rakva, mire elértek a parkolóba az autóig, addigra szét volt rágva. Ennyi, 2000 minusz. Jaja. És ez a, és ráadásul ez a nem volt mindegy, hogy milyen cumit kap a gyerek, csak a mit te, aventes, mit tudom én, milyen fajtát volt hajlandó elmajszolni a gyerek. Azt elmajszolni. Nagyon... Drága rágcsa. Igen. Még a ropi is olcsóbb. Ja. Meg a gyors kötező. Ja, azt tegnap ekkora volt. Ez a nagy csomag 3000 forint. Ez megéri. Hát gyerek el volt vele 10 percig. Hát hogyne. Az is csak volt. Azért, mert kiesett a kezéből, aztán földről már nem volt utána. Így van, azért. Így van, nem raktuk vissza a szájába, pedig még bírta volna. Az biztos. Kapott erre a gyerek egy gyors kötőzött a szájába. Azt rá, ilyen hosszút. Igen, hogyha, hogy... ha leszalad, akkor utána lehessen nyúlni. Ki lehet húzni. Igen. Nem olyan nagy gubant. Ne csomozol rá semmire. De ugye el volt vele. Ja, meg a sörre. Ja. Egy sörre? Panassi. De ez hogy ment rá? Ez jó. Cukor. Ja. Imádom. Várom már ezeket a dolgokat nagyon. Hát az első áramunk az, ahogy pozitív érzem saláta. Hogy értem? Hát van. Ja? Tehát, hát, hogy nem te később vannak azok, már nem vannak reflexet, valami módot a kóda nyúlok, hanem... Akkor kezd tudtam csinálni dolgokat. Én azt mutattam neki egyszer, hogy szobába kapcsoló. Odaraktam a kezét, megnyomtam, világos lett. Megnyomtam, sötét lett, tudja, hogy kell kapcsolni. Tegnap itt, ugye hát be kell fogdani a gyereket, a gyerek nézi a szobát, fölkapcsol a villany. Gyerek néz, lekapcsolom, fölkapcsolom. A gyerek egy darabig nézi, átnéz a másik oldalra, és nézi, hogy mit kapcsolok. Aha. Tehát egyből tudja, most hogy ezt én igen. kapcsolom, és tudatosan, hogy igenis ott van, hogy gondolkodik, és tudja, és nagyon durva látni ezeket. És nagyon durva látni azt, hogy milyen szinten fejlődik, és igen. hogy egyre több dologra így ébred rá. Igen, és akkor összekapcsolja egyre jobban. Nagyon. Igen. Nagyon várom már ezt a részét, mert nagyon igen. érdekes dolgok lesznek. Azt mondjuk, hogy elkezd úgy beszélni, jó lesz. Ki kell használni tényleg. Mondom nekem ilyen szemben, hogy otthon vagyok az napközben, tehát hogy tehát nem az, hogy reggel elmegyek 7 óra előtt dolgozni, este 5 óra, 6 óra magasságában hazásság, lefürdetjük a gyereket, aztán ülök egy sör mellett a meccset megnézni. Igen. Tehát, hogy teljes, tehát hogy a stream mondjuk, meg gépöltülött, de akkor már az Erzsékkel lepihennek aludni. Na jó, most figyelj, mit te 3-4-9-től streamelsz, jó mondjuk oké, hétfő nem, de... Igazából a kedd meg a péntek az, ami olyan 9 órától igen. van stream, akkor meg már a gyerek alszik. Így van. Szóval az nem okoz. Mert ide 6 órakor, tehát 18:00, akkor én állok fel a gép. Tehát jó, vagy lett 18 óra 1 perc, hogy bebefejezem a teljes munkát, de úgy üzenem be az ottani munkákat már, hogy végezzek velük. Tehát, hogy ne az igen. legyen, hogy össze-vissza végzek, hanem meg félbe hagyok egy munkát, de akkor úgy van belőle. Mm. És akkor tényleg a 6 órától azért próbálok velük lenni, és ez sokat segít. Valahogy egyébként nem tudom, nekem mostanában ez a vasárnap reggel így ezen gondolkozom, hogy nekem mindig ilyen, jó múltkori az érthető, mert akkor úgy meló volt előtte nap, de... Hát vagy figyelj, gyerek mellett, ami még rosszabb lesz. Hosszú, tudom. Mert nem az a rossz, hogy gyerek fölébreszt. Az... Hanem az, amikor az ember szám, tehát én legalábbis olyan vagyok, aki mindent számolt. Most ezt csináljuk, most azt csináljuk, most akkor mikor mi van. És a gyerek ezeket kell rejtbe húzza. Ja, igen. És múltkor is volt, hogy mi van, akkor én most megyek fél három körül, vagy kettő, fél három körül feküdni, reggel kelek 7 óra valamikor. Aha, megérkeztem a szobába, gyereknek így a szemét. Szia, apa! De jó, hogy itt vagy! Én már kialudtam magam. Játszunk. Na, ez a fejjel néz. Oké, fiam, én nagyon mosott szar fáradt leszek.
Jó, gyerekkel eljátszogattunk, el voltunk, én befordultam itt a fal felé, mikor éppen Erzsővel játszogatott egy kicsit, mondom gyorsan kihasználom a kis szabad időt, hogy a gyerek ez úgy nézett ki, hogy anya cici, apát tögettem. Jó, elaludtam, aztán végig is a gyerek bebújt a hónajamba, úgy aludt el ő is, Erzsi család is róla fotót, oké. Okay. Hát én kedd, ez hétfő este volt, vagy vasárnap este volt, és hétfő rendben, vagy így. Hát olyan mosodszor fáradt volt. De olyan. Jó, túlunk a napon. Akkor aznap este, jó, lefekszem. Megérkezek. Szia, apa, de jó, hogy ez ki. Én nagyon, nagyon okos voltam. Egyből befordultam a fal felé, és egyből aludtam. Igen. Úgyhogy... néha kell. Úgyhogy, de amúgy kell, tehát nincs ezzel baj, csak ezekkel néha az embernek így, tehát ilyen randomszerűen áthúzza a dolgokat. De ilyen, jó, gyerek. Az nyilván, de persze. Viszont erre pont Erzsővel beszéltük azt, igen, a fűnyíró végzett, most már a szegény író jön. Úgy hallom. Ja, igen. Nagyon jó. Pont ezt beszéltük Erzsővel, hogy oké, hogy gyerek így fölébreszt, és meg lehet csinálni másik szóval váltani, és kamerán nézzük, és ez az amaz. Mert az ebben is látok hátrányokat. Tehát például ott kezdődik, hogy én mostanában már nagyon régóta nem fekszem úgy le, hogy még este Facebookot nyomkorászok a telefonon. Én sokkal, de sokkal rosszabbul aludtam akkoriban, amikor lefeküdtem és még egy 20 percig nyomkoráztam a telefon. Igen. Tehát ez a hülye kékfény, ez tényleg meggyilkolja az embernek a pihenését. Én egy időben átéltem arra, hogy fejlámpa és olvasok. Igen. És sokkal pihentetőbben aludtam, úgy nyomnék neki. Sokkal pihentetőbben aludtam akkor, amikor olvastam ezt a kettőskor. Most is annyi van, hogy amikor megyek aludni, bekapcsolom az ébresztőt, és felrakom a telefon. Uh-huh. És nagyon ritka az, hogy még valami eszembe jut, és gyorsan ránézek. És most aki kamerán nézi a gyereket, hogy akkor most alszik, az végül egy kijelzőt néz. Ugyanúgy nézem a gyereket, mint hogyha ott lennék vele. Uh-huh. Én annyira a másik fele az, hogy oké, gyerek távol, nem szólok hozzá, a gyerek visszaalszik könnyebben. Mint hogyha ott van mellette a két szülő, és akkor tudja őket basztatni. Viszont belegondolok abba, hogy ezeket az élményeket, amit például az a hétfőn kedd éjszaka, ami tényleg fárasztó volt, és viszont ezeket az élményeket nem tudom már. Valahogy körülbelül lefekszik, és arra kell, hogy abba vagy egy keresztül, hogy gyere, játsszál velem. Na, ez nincsen meg. Igen. Egy kamerán keresztül. Én nem tudom, én vele gondolok abba, hogy persze, pihentetőben aludni, bár nem biztos. Mert pont azért, mert jó, egy gyerek vagy, mit csinál, ránézek. Ránézhetek egy pillanat alatt, nem kell fölkelnem. Nem Igen. kerül energiámba, hogy én ránézek a gyerekre. Viszont akkor úgy, hogy nem alszok, de nincs meg az élmény sem. Igen. Tehát én így nem tudom, hogy tényleg jó-e az. Főleg úgy, hogy kurva drágán árulják ezeket a kamerás dolgokat, miközben fogja az ember, megveszi a legolcsóbb Vivotech-es kamerát, wifi-set, 10 pár ezer forintért, és megkapom ugyanazt két irányú hangkommunikációval. Annyi, hogy telefonról kell nézni, nincsen, nem kapsz egy kijelzőt hozzá. Ugyanez az izé, a Xiaomi-nak a... mit tudom én, milyen Home 1080p-s meg 2K-s kamerája. Így van. De csomó ilyen lehetőség van. Igen. Tehát, hogy ezért szerintem fölösleges drága a gyerekfigyelő kamerákat venni. Hogyha vettünk babaört, vagy bébiört vettünk, ami hangra ott basztott, az is inkább az, hogy Erzsi kimegy főzni, gyerek föl kell, akkor hallja, hogy föl kell, és ne üvöltsön. Mondjuk ez nagyjából 2,5 másodperc, még Erzsi kiér, és gyerek föl kell, tehát vesődjük a kapcsolni egy babaört, de mindegy. Mondjuk kollégámék megvették ezt a Aventes Philips-es gyerekkamerát használtan. És azt mondta a srác, hogy olyan szempontból jobb, mint ez a, mert előtte nekik is ez a Xiaomi biztonsági kamera volt a gyerek fölé rakva, olyan szempontból jobb, hogy saját hálózatot használ, és gyakorlatilag nekik valami ilyen kurva hosszú telek van, és a telek végében ugyanúgy van jel, nem akadunk semmi. Miféle van végre mindenhova. Aha. Tehát, hogy az meg nem saját hálózatot, hanem wifi-t használ, tehát, hogy ha van wifi mellér, odaig elmegy. Mondjuk igen, ilyen szempontból meg a Xiaomi az meg tök jó volt, mert mit tudom én, napközben fogta, ránézett a gyerekre, hogy jó, alszik, milyen meg kis amúgy, cuki Xiaomi, rábaszom wifi-n a saját belső házatomra, kiengedem a portot, vagy akár már a Xiaomi-nak vannak is szoftverei, ami igen. portengedés nélkül is, és a világ másik felé is ránézek a gyerekre. De azt mondom, hogy a munkahelyen néztem, hogy így ránézett. Bár még az egy GDPR szempontból azért erős.
Hát... Családon belül nem számít GDP-re, tudom, mert az csak cég és magánszemély között van, tehát ez, de akkor is, tehát egy adatvédelem, meg azért, ha már ennyire nyitottan kint van, akkor azért nyitottan kint van. Úgyhogy, igen. Nem tudom, de mondom, én úgy vagyok, hogy nekem élmény, és az egy örök emlék lesz, amikor gyerek megérkezik, tikk, szia, apa, és ez a mosoly, ami az arcán igen. van, tehát, hogy ez a... Nem lehet felharagudni. Persze. Tehát, imádni volt a cukor, gyerek. Úgyhogy én nem bánom ezt a dolgot, hogy így van. Valami érdekes volt, mert a VR-osok most csináltak ilyen... Csináltak egy felhívást, hogy lehet tőlük kérdezni, mert nagyon rég volt nekik ilyen Q&A videójuk, és akkor mit tudom én, egy hétig lehetett írni kérdéseket nekik, és akkor utána azt a Balázsék kiválogatták nekik 100-100 kérdést, amit feltettek, és ugye Pistinek most már 2 éves a lány, és akkor megkérdezték tőle, hogy milyen érzés apának lenni, és így valami érdekes dolgokat mondott, hogy én rendesen meghatódtam rajta, hogy így ez a egy olyan feladat, ami sosincs befejezve a gyerek nevelés, és tényleg ez a amikor fölfogod azt, hogy az, hogy már egy hónapja nem alszol, nekik nagyon szaralvó volt a gyerek elején. Szia, bundás! Hello! Itt egy kutya. Itt egy kutya. Hogy nekik nagyon, nagyon szaralvó volt eleinte a gyerek, és tényleg az volt, hogy első hónapban szinte semmit nem aludtak. És... Nem tudsz átmenni. Itt az asztal, nem érted most miért itt az asztal, mi? Picit, vagy. Gyere, arrébb, semmi gond. És tényleg az, hogy amikor, mondta, hogy amikor fölfogod azt, hogy ő nem azért nem hagy aludni, mert ő neki ez jó, hanem azért, mert szüksége van rád. És hogy ő ezzel nem akar téged bántani, meg semmi, hanem egyszerűen az, hogy és ott fogod föl valahol, nyilván ez mindenkinél más, hogy mikor él, mikor fogja föl azt, hogy ő neki gyereke van, és hogy ez milyen felelősség, de hogy nála úgy valahogy így jött el ez a pillanat. Ha. Hogy amikor fölfogod azt, hogy igen, nem az a... Tehát ő nem azért csinálja, nem azért ordít, nem azért ébreszt föl, mert ő neki ez annyira jó poén, hogy te ébren vagy, hanem tényleg azért, mert szükséged van rád. Ha. És azért ezeket megélni... Mondjuk én sosem gondoltam úgy, hogy gyereknek vagy poén, hogy felébreztél a szüleit. Jó, most nyilván nem, persze. Csak hogy... Nem az, hogy poén, hanem az, hogy nem szórakozás, vagy nem azért... Nem tudom, minden, nehéz ezt így megfogalmazni, mert tök jól megfogalmazta egyébként. Aha. De majd stream után megmutatom, mert kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz hozzá. Tök jó volt egy olyan embertől is hallani, aki így alapvetően egy eléggé harsány, eléggé ilyen megosztó ember, és hogy így... Tényleg így mindig, amikor így a gyerekéről van szó, akkor így ilyen teljesen megfordul. Jó, hát de így... a legtöbb ember amúgy más igen. lesz, főleg a férfiak. Igen. A férfiak azok nagyon megváltoznak a gyerek hatására. Igen. Én magamon is látom és persze. érzem. Sok szempontból én nem változtam meg, de azért teljesen sok minden persze. szempontból. Nagyon más. Nagyon mások lesznek a prioritások. Úgyhogy ez tök jó dolog. És tényleg egy olyan feladat, ami sosincs kész. És ez tök jó. Így. Van benne valami. Ja. Úgyhogy... Na. Igen? Mára. Ennyi? Elég? Ja, lehet, hogy elég most így. Ma zajos nekem az a fűnyírok. Jól van. Nem, meg ez amúgy is ilyen úgymond extra rész, így hogy van, nem van. Lett volna. Jövő héten akkor te jössz, ugye? Megyek, aha. Jó. Hát akkor jövő héten folytatjuk ugyanígy. Hát nem így, akkor most már stúdió körülmények között. Stúdió körülmények. Hát most... Akkor most a héten amúgy terve van nekem, ugye ott vagyok este, nincsen gyerekszületés. Tehát nincs az a 6 órakor vége a műszaknak, és akkor gyerekkel vagyok. 6 óra egykor következik a következő műszak. Igen. Van, utána pedig a többi, hanem akkor 6 órától van időm, és akarok csinálni új zsírisvideókat nektek. Aha. Mert csak az az egybejövős legyen random, és vagyokra megcsinálni, amikor zsíri bejön, akkor mindig másségem, tehát egyetlenszerű legyen. Tehát akarok zsíris videókat még csinálgatni, meg akarok még fejleszgetni egy dolgot, mert végre be akarom fejezni, vagy be akarom csinálni a stúdióban mutató videót, vagy nem stúdióban, csak a csatornában mutató videót is. Aha.
mert oda egy perces kis videót kér a Twitch, és gondolom azt is megcsinálok, már van, a szöveg megvan egyszer a nagy felvétel, de azt így eldobtam, hogy az nem, egy ilyen, sziasztok, egy ilyen, nem ilyen vagyok, tehát én streamben mindig más vagyok, tehát ez nem én vagyok, igen. És ez is én vagyok, mert tudok ilyen is lenni, meg szoktam is ilyen is lenni, de nem a stream az nem ilyen, úgyhogy sokkal pörgősebb, sokkal dinamikusabb. Ugyanaz a szöveg fog lenni, csak újra fölvéve, megvan a zene, megvan utána, hogy lesz továbbvágva, tehát minden ilyesmi, azt meg kell csinálgatnom, úgyhogy azt is azt fogom neked majd küldeni. Jó. Úgyhogy az is végre pedig fogok tudni haladni, vagy eddig is tudnék, csak ugye pont ez ahhoz, hogy le tudjam a 94 millionet nullára redukálni, ahhoz kellett is dolgozni. Tehát persze. Az nem egy control delete volt, tehát hogy mennyien jó lett volna, control delete, aztán hol kell még sürgős, ami akkor ír. Nem. Jó. Úgyhogy... jó, hát szerintem akkor ennyi. Hát ez nem az a fajta munkahely, hogy azt nézik, hogy hány olvasatlan e-mailed van. Mondjuk, de azt nézed. Én azt nézem, de mondjuk ugye azért nézem így, mert olyan beveszni a fonalat. Igen. Tehát pont csütörtökön volt egy ilyen, hogy benne volt egy megbeszélésben, csörög az ügyfél, alapból nem veszek fel senkit egy megbeszélés közben. Mert akkor kétszer hív már valaki egymás után, akkor az általában sürgő, és kiérjük, nem? Na mindegy, szóval ez teljes sürgős volt elmondása alapján, mondtam, hogy nézek a megbeszéléssel, megoldjuk. Leraktuk a telefont, megbeszélésre ment 30 percig, vége lett, és így indítom a dolgaimat tovább, és így újra vagyok, és bazd meg, nem hívtam vissza. Miért? Nem volt róla e-mailem. Igen. Tehát, hogy nekem az így kevés. Ez úgy az, hogy valaki rám ír munkaügyben Facebookon, Discordon, vagy hogy hívják, SMS-t ír, az a legrosszabb. SMS az tényleg egy elolvasom, ok. Igen. És 3 másodperc volt sehol nincs már az agyamban az SMS-t. Az SMS annyira nem foglalkozunk, hogy... Igen, tényleg, én is múlt héten kaptam csütörtökön azt hiszem egy SMS-t, és így jó, majd válaszolok rá. És így elment a este, ez ilyen 7:30 fele kaptam, és elment az este, mit tudom én, lefeküdtem, és akkor így másnap csörög a telefon délután, azt mondom, nem, Zolikám, megsértődtél. Mert? Hát nem válaszoltál SMS-re. Ó, baszki, nem, mert mondom, elfelejtettem. Amúgy is már... Én tudom, mit bírok, hogy mai napig kapok még ügyfelektől MMS-t. Ügyfél, valami gond van a géppel, és le van fotózva 6x480-as képpel, átküldi MMS-be az én telefonomra. Imádom az ilyet. És így alapból egy pixel halmot kapok, nem látok belőle semmit. Az MMS nincsen fölkészítve full HD képekre, semmi. És így nem látok belőle, alapból wifi nem tudod letölteni. Ott kezdő. MMS ugye úgy van az autóriáció, hogy a mobilhálózat. Így van, így van, így van. Megkapom a képet, és így látsz benne egy kék halált, de még véletlenül is tudod olvasni, hogy mit írt ki a kék halált. Igen, van egy kék halálod, igen, de ezt simán elmondod, akkor is megoldom. Szomorú smiley a képernyő, de nagyban kék háttérre, fehér betűkkel, kék halált. Tehát... Ez is mekkora már a Microsoft részére, hogy szomorú smiley tud rakni. Igen. Ivánja, ivánja. Nagy sajnos. Sajnos ez tört. Jó, hát ez olyan, mint a szomorú busz a BKV-nál. Utasokat nem szállít, és egy szomorú smiley van kint. Jaj, tényleg. meg a pihenő idő egy kávéval. Azt nem láttam. Nem láttad még? A pihenő időben van a busz, akkor egy kis kávékonyú van a számnál. Szerelőre várhatnak egy fogas, ilyen villáskulcs. De amúgy ezt nézzük, még jó, hogy nem kettő. Megkörül, hogy kettő is villáskulcs, és akkor egyik lehetne sarló. Ez nem megy áthallás. A kávé ikon az... Szerettem, amikor jöttünk haza Németből a céges kocsival, az nekem állandóan ugatott, így dobálta föl a kávéikont, hogy pihenjél. Ugye van benne sofőrfigyelő, ilyen éberségfigyelő, vagy mi az Isten? Már nem működött? Ugye. Hát működött, csak folyamatosan azt akarta, hogy pihenjek. Hát jó van. Mennyit? De tényleg, és amikor így, az volt a vicces, hogy megálltunk egy benzinkúton pihenni, meg pisilni, meg mit tudom én, valahol osztrákoknál. Beülök, visszahajtok az autópályára, és ting, kávé. Most álltunk meg. Tudzi. Lehet, hogy ezt lehet túl keskeny, az nem tudom, hogy nézem, hogy ez? Arcot. Arcot? Arcot figyeli, meg mimikát gondolom, meg mennyire tekingetsz, meg szerintem sok mindent figyel, a kormányfogás, a mozgatot, szerintem sok mindenből rakja össze az arcot. Hát, érdekes, hogy ennek a mi alapján detektálja ezt a dolgot. Ma ugye... Metró vezetőnél van az alvás figyelő. Ja igen, az a... Hát a... Egy pedál meg egy gombot. Gombot, hogy nyomkodni kell, tehát nem tudod benyomni folyamatosan. Tehát pedált azt fixen kell nyomnod, azt hiszem, és a gombot kell 10 másodpercenként megnyomni újra.
Valami ilyesmi. Valami, igen, hogyha nem, akkor meg ugye csörög, mint az állat. Igen, ja. Aztán talán, hogyha akkor se, akkor viszont leállítja a szerelvényt. Igen. De vonatoknál is van ugyanaz. Ez vonatoknál is van. Ja. Úgyhogy minden kötött pályán. Igen. Hát ugye nem is az alvás, hanem ugye halál. Tehát halál az alatt, akkor nem ennyi egy alatt a végtelenség. Ez egy idő, igen, vagy. Na mindegy. Ez egy jó bezáró dolog. De alvásfigyelő, alvásfigyelő. Maradjunk egy éberségfigyelő egyébként. A hivatalos megfelelő, a megnevezés, azt hiszem. Igen. Na jó, hát akkor jövő héten, hétfőn folytatom Töltömnek a kalandjait. Kedden a rektori kérelem hatására még egy valszámot még talán be tudunk fejezni, meg az a valszám aláírásunk, ugye Lost in Randomot azt szeretném befejezni kedden. Pénteken Valorant lesz újra, és akkor vasárnap pedig Multi Expo. Aztán lehet, hogy lesz közben tök randomszerű egy stream, valami szerintem csütörtökön, már otthon vagyok, akkor miért ne? Ha lesz, akkor tipre úgyis RP, úgyhogy azt tudom nagyon. Bár úgy nagyon durva, hogy ugye volt az a trash-elések két hétig. Igen. Megszűntek végre? Hát most átmentek Windows szerverre a srácok, mert hogy valamit kért a 5M tőlük, valami hiba detektálás, de azt csak Windows-al tudták volna megoldani, és azóta nem jött elő semmilyen hiba, legalábbis nem tudok róla. Viszont semmilyen információt se adtak ki, hogy akkor most megtaláltuk, nem találtuk, nem vagyunk. Tehát egy kommunikáció, picit én gyengének érzem ezt a dolgot, és ami nagyon durva, hogy hétfőn volt a csudapesti stream, és nem volt rajtam kívül másik csudapesti streamer fönt hétfőn. Azért az, és néztem most péntek este, azaz egy darab csudapesti streamer volt fönt 4 darab nézővel. Tehát, hogy annyira az emberek 2 hétnyi keresés után hagyták a szervert, hogy még a streamerek is ott hagyták. És a más szerveren vannak, és ez nagyon félelmetes, hogy ez a 2 hét, ez lehet, hogy egy ilyen csőd. Aha. Mert a játék, nézem azt, hogy régen volt az, hogy sima hétköznap, délután 4-kor van mindig restart, következő délután 4-kor mondjuk én belépek, akkor hányadik voltam, hányadik belépő volt. Ha én 5-ször lépek be, akkor 5-ször kapok új számot. Igen. De hogy máskor simán ott voltunk 1000 fölött, most 400-500. Tehát annyival kevesebb szerre lépnek be játékosok, azért ez nagyon durván kell. Igen. Nagyon-nagyon visszaesés. Úgyhogy nem tudom, mi lesz azzal. Hát bezárják a kaput, akkor lefelmérjük máshova. Ja. De bár még nem tudom, az a baj, hogy ilyen szempontból ismerem magam, lehet, hogy akkor abbagyom az RP-t. Igen. Mert most megszerettem ezt a kis közösséget, meg egy tök jó izét fölépítettél, és akkor most kezdjél valamit nulláról el valahol. Igen. Nem biztos, hogy valahol kezdem. Van egy pedig más játék, és nem tudok. Mondjuk azt nem tudom, hogy magát azt az ilyen RPG-zéket, hogy lehet, hogy mondjuk azt mondom, hogy most érkeztem a másik városból, itt ez voltam, az voltam, tehát hogy úgymond, mint a karaktert továbbvinni egy tovább másik tudod, városban. Nincsen pénzed, nincs semmi. Jó, kontaktod, semmi. Tehát ismereteit viheted magaddal, de minden város másról egy picit. Ezért nem mindent tudsz átvinni. Tehát ja. Mondjuk én üljek fel, hogy ha a Csodapest meghal, akkor én lehet, hogy megnéztem a fájlomat, hogy lehet ezzel RP-szervet csinálni. Aha. Lehet, hogy legfeljebb neki állok sajátot. Mert most úgy gondolom, hogy egy csodapesti RP, aktív RP-zés mellett biztos, hogy nincs rá időm. Aha. Tehát akkor... De ha lehal. Ha lehal, akkor lesz. Úgyhogy én nekem nagyon sokat van egy ilyen lista, ami szélül, hogy ha RP-szervet csinálnék, akkor hogy csinálnám. És nagyon másképp. Nem, másik gondom az, hogy nagyon sok RP szerverben néztem streamerek oldaláról. Tehát, hogy amikor volt egy streamer, és volt egy-kettő, hogy nem volt egy semmi gondom, tehát ilyen semmi extra, mert hogy oké, RP-em, te Csudapest, de volt egy-kettő, hogy azt mondom, ilyen biztos, hogy nem. Tehát, ami tényleg csak arról szól, mint a GTA Online, hogy fölmész és hogy hívja egy gyilkocit a brigádot. Tehát, hogy csak a gyilkolászásnál, ez nekem nem. Igen. Tehát... Hú, múltkor izénél néztem bele a Szalai Istinek egy videójába, ő is RP-zik, nem tudom melyik szerverem, és az volt a videónak a cím, ő nem live batolja, hanem videókat, vágott videókat tesz. Ugye, megkérdezek ezzel kapcsolatban, igen. És volt egy, hogy ebből admin ügy lett, az volt a videónak a címe, és így gyakorlatilag oké, hogy ők is úgymond illegálba vannak, de hogy így gyakorlatilag így oda mentek hozzájuk a HQ-ba, és így kinyírták őket a faszba. Meg így a ház előtt ellopták az autójukat, meg mit tudom én, és így... Még autót lehet lopni. Oké.
De hogy utána bementek, és így a saját területüken belül így valaki bement, és így a... ide bejön valaki, ezt lelő az udvaron. Hát, ugye ez banda háború, meg ilyenek, igen, macerás. Csak ugye nem tudja felnyitni a, tehát Csudapest nem tudja, hogy van a többi szerven leszkriptelve, Csudapest nem tudja felnyitni a tárolót. Tehát hiába lelő az emberkéket, semmit nem tud elvinni. Tehát ugyan ott lesz... kispakolták őt. Aha, na, itt nem tudják, tehát a karakter ki lehet pakolni, lelövik, elviszik, ami nálam. Na úgy, azt. Okay, de ugye a HQ-ba bent vagy tároló. A tárolóban van a teljes frakciónak a teljes vagyona. Na ezt nem tudom, hogy máshol van. Azt nem tudom, hogy az hogy volt, nem, őt zsebelték ki, fegyvereket vitték el, meg töltény, meg ilyeneket. Hát igen, ez hol szép volna, én múltkor volt egy ilyen, hogy pont a crash-reléses időszak kell, és közepén bementem, fölültem, motorra indultam, két sorokkal később egy földön fekvő játékos láttam, de ugye nem tudod alapból, hogy játékos vagy NPC. Megálltam, alta, hogy ránéz, akkor ha ad neked opciót rá, akkor tudod, hogy játékos, ha nem az, akkor NPC. Hát játékos. Hívtam mentőt, hozzáfér által a motorra, erre jött valami helikopter, ilyen kopter típusú emberke, egyszer gatyába fül a motor, és szólok, hogy ne vidd már ebbe az meg a motort, hát a mentőt várom. Azt simán elment, azt nyomott egy olyan esést, hogy simán felszállt a motor és továbbhajtott. Hát mondom, jó van, motort jól összetörítek, köszi, jó fejek vagytok, volt már hasonlóra példa, és így pár perc nem tett, de látom egy admin kiírást, hogy valaki kapott 500 büntit, lehetett hogy söpörgetni, és így nézem motoron, hogy visszakerült a parkolóba. Úgyhogy úgy érzem, ezt egy admin is látta, hogy egy röpült a karakter, azt mégis felszáll a motorra újra. Tehát, hogy azért... De ott valami ezért cheat-tel ment, hogy... Nem, nem zártam le a motort. Ja. És ugye úgy röpült, hogy neki ment a motorral valaminek, a karakternek tovább repült. Fölállt és visszafutott a motorhoz. Ja. Ugye nem mindig van leszkriptelődve az, hogy tényleg elájulsz. Ez alapból GTA-ban is ugye borulsz egy kurva, hogy ott fölállsz és futsz tovább. Ja, igen. Na és ő ugyanúgy visszafutott a motorhoz, és fölállsz, de most ezt RP-ben nem csinálsz ilyet. Tehát akkor hívsz egy mentőt, megvizsgálod magadat. Tehát igen. Úgyhogy ilyen szempontból le a kalap az admin brigád előtt. Tehát én teljesen nagyon becsülöm a csodapestéket, és pont én számolgattam pénzügyi oldalát ennek az egésznek, és azt láttam, hogy jelenleg nem gazdaságos, jelenleg Magyarországon RP szervet nyitani. Kicsi a közösség magyar nyelv miatt. Igen. Az RP-t nagyon sokan nem tudják játszani, nagyon sok ember képtelen. Tehát nem képes arra, hogy RP szervert játszani és RP-be játszom, mert ahhoz vagyunk szokva, nekem is kell a hetekkel tekni, az agyamat átállítatom arra, hogy... Hogy oké, hogy Los Santosban vagy, de az nem azt jelenti, hogy igen, a GTA-ban. Így van. Hát Jocsának volt is ilyen, hogy ugye megszoktuk, hogy single game-ben játszunk, jöttek valaki, ki akarják nyírni, és nyomott egy Alt F4-et. Kapta is a büntit. Mert ugye RP számból való kilépés. Aha. Tehát, hogy nem. De, mert félted a karakter, de ugye egy single-ben nyomodak quick szívet előhozod. De nincs ilyen. Úgyhogy mások, tehát meg kell szokni az RP dolgot. De azért mondom, hogy én Csodapesten tök jó elvégre, nagyon érvezem, mert jó a brigád, meg ilyesmi. Nagyon azt látom, hogy most főleg a keresések miatt nagyon-nagyon lett a fluktuáció a szerveren. Aha. Viszont a fejévé játékosok amúgy tök normális, hogy most találkoznál és csak újjal, és én bírom az embereket lehet volni kommunikálni. Van, akik nem, mindenhol van. Csak van ilyen más streamereknél is, tényleg nagyon sok helyen ott van a Rage-el, és megyünk és gyilkolunk, és nem foglalkozunk semmivel. És nekem mondjuk itt is egy gondom, hogy az illegál frakciónak az emberi hót nyugodtan belemennek olyan tűzharcba is akár, meg rablásba, amibe ne haragudj, nem menjünk bele. És elmondom, miért a karakter életét félheted. Igen. Is nem. Ne ebből indulj ki. Igen. Tehát én nálam ott kezdik az RP-szervel, hogy nem, nincs végtelen élet. Aha. Ilyen egyszerű. Nincs végtelen élet. Igen. Félsd a karaktert. Igen. Ne menj bele bármibe. Cserébe ugye a illegál frakciónak valamilyen jól sikerült, többet kell keresnie. Pont ezért. De azért mondom, hogy ezzel kezdődik, hogy én például töltömnek az életet nagyon féltem. Igen. Pedig egy legális frakció vagyok, és nem megyek bele egy ilyen dolgba is. Tehát már akkor nem nevelgeted, egy tamagocsi végedményével ez. Gyakorlatilag ez egy jó grafikával ellátott, sokkal több lehetőséggel megáldott tamagocsi. Igen. Meghal, viszont a temetőbe, be a falba, azt ne lássad. Tehát, hogy és sok órányi munkád ment el. Igen. Úgyhogy, na mindegy. Ja, amit akartam viszont kérdezni, hogy aztán neked múltkor mondtam, hogy akarok csinálni egy YouTube-ot, vagy fölkerülnek egy-két videó, hogy szeretném egy picit ilyen
reakció videó jelleggel csinálni, tehát nem, igen. Tehát nem ilyen, hanem tényleg egy picit elemezgetni, hogy bazd meg ekkora fasságot, nem? Tehát főleg ez a 5 Minute Crafters. Uh-huh. Van a kedved ezt tolni együtt? Lehet, simán. Mert neked is vannak azért műszaki beállítottságok. Hogyne. Ja, nem is mindegyiket, de én is vágok egy párat, hogy csinálom közösen is, meg ilyeneket. Jó van. Van a kedved. Jó, hát, akkor ilyen projektek fel, nyáron nincsen multi-expo, akkor tudunk ilyeneket. Jó. És akkor nem a Vodra kerülnek fel, hanem normál vikingek is. Csatornára arra is kell feltölteni tartalmakat néha. Jó van. Jó van. Na, okay. Akkor nagyjából szerintem annyi. Most már is egy óra, jó, tovább mentünk, nem baj ez. Úgyis akkor holnap találkozunk, elvileg. Jó van. Tehát holnap akkor leszel. Elvileg leszek. Jó van. Majd kiderül, hogy alakul a nap, de tervezem. Jó van. Na, akkor köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, örültünk, hogy itt voltatok, sajnáljuk, hogy nem volt alert, de hát egy darab telefonról vagyunk, aztán jövő héten vasárnap már klasszikus. Már rendesen. Klasszikusan már nem dolgok. Stúdió körülmények. Igen, stúdió körülmények. Így van. Hát lesz lámpa, meg normális kamera. Ennyi. Ja. Ne jó van. Jó étvágyat az ebédhez. Jó ebédet az étvágyhoz. Tényleg, én nem tudom, mi van velem most. Viszont egy kávét? Nem szabad. Nem szabad, szíved? Fölfordulok. Aha. Ja. Nem, ez tényleg a vidéki levegő az így elnyom, vagy nem tudom, mert tényleg itt egyébként mindig ilyen vagyok. Mm. Én kicsit tunyább. Hozzá az acskóba Pestit. Vagy feküdj be a kocsi alá, ezt kapcsolod be a motort. Ja. Kis smog. Kis izét kellett volna, most ózonoztam ki a klímát reggel a kocsiba. Lehet, hogy azt kellett volna beülnöm az ózonba egy kicsit. Mondjuk akkor nem biztos, hogy kiszállok, de... Van az egészséges? Nem. Minden szervest elkezd bontani, köztük a tüdőszövetet is, ha letüdőzött. Szervusz, Krisz! Úgyhogy... Szia! Na, jó van akkor. Vigyázzatok magatokra. Kellemes hétvégét. Kellemes hétvégét. És használjátok, gyönyörű idő van. Igen. Mi csak azért nem kint vagyunk, mert akkor semmit nem látnátok belőlünk, mert mi sem a mi sem látnánk magunkat. Semmit, így van, úgyhogy... ki kell menni még jó időben, én egy nagyon szép kellemes két órás vonatútra nézek még előbe. Amúgy tök jó. Mondjuk én meg egy két, óra, két és fél órás autóútra. Vonat a legjobb fel tudok állni, ezt tudok sétálni. Igen. Még haza kell vezetnem. Úgyhogy... Azért mondom, hogy... Na, még a tempomat beszerelés az még egy hónap. De nem baj. Nem baj. Már... Úgyhogy menjétek ki a természetbe, használjátok ki. Jó időt, nem tudom, jó étre, azt nem mondtak esőt. Kedtől rajzolt valamit, de nem lesz ilyen neki... nagyon vészes. Nem hallgattam meg itt a parton a békek, mit brekegtek jövő hétre. Én se. Jó van. Meg az, hogy itt mit mond, az egy dolog. Még az itteni béka. Nem ugyanaz. A körös partján más igen. Mond a körösi béka, mint a dunai béka. Ja. Dunán itt van béka? Biztos van. Hát mondjuk Pesti, ott Pesti részen biztos nincsen, de ott a, tehát középen ott a hidaknál, de... Szerintem van. Nem tudom. Nálunk kertben van, de... Hát a izében van, ott például ott a környéken, ugye nekünk is ott a liget, meg mit tudom, ott azért szokott lenni. Jó, mondjuk ott a ligeti tó, ott van béka. Na jó van, akkor további jó hétvégét. Én addig megkeresem, hogy hol kell kinyomni ezt. Jó van. Kihúzol bele mindent, azt egyszer csak vége. Na, sziasztok. Túlmelegedés. Na, zsír. 10 néző. Befejezett. Sziasztok, integes. Hali.